Buda jelenleg 150-200 millió forintot költ a sporttevékenységek támogatására. Ez az összeg áll majd a november 18-án megalapított Új Buda ESE rendelkezésére is, amely az eddig is támogatott 7 egyesület szakosztálya alakításával a jövő év elején kezdi meg működését. A Tóvárosi Sportmax csarnokban rendezett ünnepségen 10 kerületünkben élő olimpikon, világ és Európa bajnok látta el kézjegyével az alapító kiratot. Icene Attila úszó, Grosics Gyula az aranycsapat kapusa, Horváth Gábor kajakozó, Jánosi Zsuzsa törvívó, Nyilasi Tibor válogatott labdarúgó és edző, Orosz Andrea úszó, Temesvári Andrea teniszező, Tóth Frank vízilabdázó, dr. Török Ferenc öttusázó és Zsolnai Gyöngyi kosárlabdázó. Kell olyan tömegsport eseményeket rendezni, amelyik megmozgatja az egész kerületet. Kell diák sportügyekhez hozzájárulni ennek az egyesületnek, és az élsportban, a labdarúgásban egy másodosztályú csapatunk van, akkor férfi kosárlabdában lesz első osztályú csapat, női kézilabdában szintén első osztályú csapat, tenisz szakosztály alakul. Van egy érdekesség, hiszen az egyetlen magyar curling pálya itt van a kerületben, tehát lesz curling szakosztály, és itt mindjárt és egyetlen a magyar bajnok, a női és a férfi magyar bajnok is nálunk van, úgyhogy ezek a szakosztályok és a tömegsport. A 108 éves Ferencvárosi Tornaklub mintegy 160 válogatottat adott a magyar sportnak. Hogyha valamilyen jó tanácsot vagy utravalót kellene mondani egy újonnan alakult sportegyesületnek, akkor mit mondaná, mi kell ahhoz, hogy ilyen eredményt érjen el mondjuk 100 év múlva ez a sportegyesület is? Hát először is az, hogy egy ilyen alapítás és alakuló rendezvény után mindenki magáénak érezze ezt a sportklubot. Én nagyon örülök, hogy Molnár Gyula polgármester úr összehozott egy csapatot, és szívén viseli a tömegsportot, és remélhetőleg a versenysportot itt. Hát a sport szeretete és a kitartás a lényeg, én azt hiszem, hogy akkor hamar elszállnak az évek is egyre több eredménye, egészséges fiatallal újra felélet 11. kerület sportélete, mert azért azt szeretném megjegyezni, hogy én ős kelenföldi vagyok, 11. kerületi én voltam, amikor gyerekkoromban még itt tele volt a kerület sportpályával, most már kevesebb van, de remélem, hogy ezzel a sportegyesület megalakulásával visszatérnek a régi szép idő. A megkérdezett sportolók valamennyien úgy nyilatkoztak, a jelenlegi gazdasági helyzetben nem szokványos, hogy egy önkormányzat új egyesületet alapítson, és annak financiális hátterét is megteremtse. Ez jó lehetőség az Új Budán élő fiatalabb generációk számára, mivel hiába a tehetséges utánpótlás, ha a legtöbb szponzor csak a világversenyeken elért eredmények után hajlandó támogatást biztosítani. Igazából inkább mostanában az van, hogy vonulnak ki az egyesületekből a szponzorok, és ezáltal az egész finanszírozása megszűnik, és megszűnnek egyesületek. Tehát mindenképpen az pozitívum, hogy itt a 11. kerületben egy új egyesület alakul. 2003-ban a Heraklész kupa után azt nyilatkoztam, hogy a gyerekeken túl nagy a terhelés, és hogy az utánpótlásban ezért nem születnek olyan jelentős eredmények manapság, mint korábban. Mit lehet mondani ma az utánpótlásról, milyenek a mai gyerekek? Nagyon sokat változott, és pozitív irányban. Nagyon sok fiatal kezdett el vívni, ez köszönhető az általános eredményeinknek, tehát az, hogy a felnőtt csapatok nagyon-nagyon jól teljesítenek. Most jelenleg olimpia éve van, éppen egy pályázatot írtunk ki a napokban, amire jöttek jelentkezők, és közel 600 gyerek kezdett el most vívni ebben a szeptemberi szezontól. És ez borzasztó jó, mert ez változatlan, hogy a gyerekeknek tanulni kell, nyelveket tanulni, közben ugye sportolnak délutánonként, tehát nagyon nagy a terhelés rajtuk, de még mindig azt gondolom, hogy az, hogy a vívást nagyon sokan választják, az a régi tradícióknak is köszönhető. Lehet valamilyen közös kezdeményezés vagy együttműködést kialakítani az országos sportélet, illetve az ilyen helyi sportegyesületek között? Ennek mi a módja, hogyan történik ez? Épp a napokban fogok én saját magam egy nagy rendezvényt itt szervezni, ettől teljesen függetlenül egy úgynevezett reménységfesztivált, ahol pontosan a picikéket fogjuk itt versenyeztetni és bemutatni nekik ezt a környezetet, és remélem, hogy nagyon jól fog sikerülni, ez lesz a főpróbája viszont egy olimpiai kvalifikációs Grand Prix versenynek, amit szintén itt, ahol a nagy Timeáék, Minca Ildi és a világbajnokaink itt fogják kiharcolni a végleges olimpiai részvételt. Mikor lesz ez a verseny? Akit érdekel a vívás, az mikor jöhet el megnézni? Mindenképpen várok nagy szeretettel mindenkit, rengeteg vívó gyerek lesz, december 1-e, 2-a, december 1-én a picikék lesznek, december 2-án a kicsit nagyobbak,
és csapatversenyt fogunk vívni 30 páston, ami egy nagyon nagy szám, és a házban is lesz egy másik rendezvény, amilyen karácsonyi, ahogy így beszélgettem a szervezőkkel. Tehát én azt gondolom, hogy egy nagyon jó hétvége lesz, és szerintem nagyon jó alkalom arra, hogy egy csomó gyerek esetleg megszeresse a vívást.